Szerdán sznobriadó lesz Budapesten. A városban járkálva arra kerestük a választ, hogy Budapest lakosai mennyire sznobok. A következő képsorok is alátámasztják azt, hogy Tarlós István nem véletlenül vezette be a szerdai sznobriadót. Igen. 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 A rendelet értelmében a következő intézkedések lépnek érvénybe. Az utasoknak figyelniük kell a közlekedésre, ugyanis a BKV menetrendje, kiemelten a 7-es buszvonala jelentősen megváltozik. Itt állunk a Ferenciek terén a 7-es busz megállójában, ahol holnaptól csak és kizárólag Hummel limuzinokkal szállítják az utasokat, már azoknak, akiknek van Unicredit dombornyomott kártyája. Akinek nincs, annak a sznobriadó értelmében sajnos gyalog kell mennie, illetve hajléktalanul sem utazhatnak a Hummel limuzinnal, ugyanis rájuk nem kíváncsi Magyarország. A társadalmi senki nem foglalkozik. Ennek ellenére sokan elégedettek az új intézkedéssel. Nagyon örülök neki, és iszonyatosan boldog át ez az egész helyzet. A bankokat sem kíméri a kormány a sznobriadó alatt, mert félnek a kontrollálhatatlan túlkarikázástól. A bankot kordonnal zárták el a kormány emberei, ugyanis az új valuta maximalizációs törvény miatt nem tarthatnak nyitva, hogy nehogy mindenki elkölcsi az összes pénzét a sznobriadóval, és ne tudja majd később fizetni a hiteleket, illetve a gázzal. Mindenfajta vízfogyasztás Evian vízzel megengedett. Az éttermek egészen csütörtökig csak páros évjáratú Dom Pérignont szolgálhatnak fel, kézmosásra és tisztálkodásra pedig a rendkívüli helyzet végéig a palackozott Evian ajánlott. Tényleg örülök, mert itt volt az ideje. Egészen biztos vagyok benne, hogy a szerdai sznobriadó alatt turkálóba senki nem fog jönni. A törvényrendelet értelmében minden vásárlót az Andrássy úton található új úton és Burberry boltokba fognak átirányítani. A rendelet értelmében a járókelők csak a képeken látható márkájú cipőtáska kombinációval mehetnek meg az utcára. A csúnya embereknek pedig azt javasolják, hogy hordjanak arcvédőt. Igen, nagyon örülök. Hogy túl sok a sznob. Túl sok a sznob Budapesten. Leszarom, hogy van-e sznobriadó vagy nincs. Nekem minden úgy jó, ahogy van, és nem nyilatkozok tovább. Szeretnénk az illetékeseket is megkérdezni az ügyben, ezért felhívjuk a főpolgármesteri hivatalt, hát ha tud nekünk ott valaki bővebb tájékoztatást nyújtani a szerdai sznobriadóról. Előtt számon előtt fizető nem kapcsolható. Kérjük ellenőrizze a hívott számot. Sajnos falakba ütköztünk a hívást illetően. Még odáig sem jutottunk el, hogy bárkit kapcsoljanak a főpolgármesteri hivataltól. És bennem felmerült a gyanú, hogy mindez azért történt, mert nem a legújabb 4S típusú iPhone készülékről indítottuk a hívást. Nem csak a főpolgármesteri hivatalban, hanem a parlamentben is felülkerekedett rajtunk a bürokrácia, ezzel nehezítve a szálak felgöngyölítését. A parlamentbe sajnos nem engedtek be, mondván, hogy baloldali szimpatizánsok itt ma nem készíthetnek interjút Orbán Viktorral, úgyhogy ezért most megpróbálom telefonon elérni. Jó estét kívánok, Pálfi Benyámok, igen, és Orbán Viktorral szeretnék beszélni. Ó, Szijjártó úr, jó estét, igen, volt egy megbeszélt időpont, igen, csak nem engedtek be a parlamentbe. Igen, a sznobriadóval kapcsolatban szeretném, hogy valami tájékoztást adna nekünk. Jó, rendben, akkor várok. Köszönöm. Halló, tessék! Dokkalom, Orbán Viktor vagyok. Hogy a történelmi materializmus egyetemes törvénye, a világ proletáriátus küszöbön álló végső győzelme, valamint pártunk és kormányunk felülhaladhatatlan bölcsessége garantálja a sikert. Ezzel szemben úgy áll a helyzet, hogy ez csak egy terv. Egy emberi terv. Most nem egy terv. Vagy tényleg megvalósul? Az döntsék el a budapesti sznobok és Tarlós István.